A jelene és a jövője mellett a múltja is fényes klubunk úszó szakosztályának. A Ferencvárosi Tornaklub 50-szeres magyar bajnok legendája, Egervári Márta nemrégiben töltötte be a 81. születésnapját. Ennek apropóján kérdeztük pályafutásáról, amelyet teljes egészében a Fradiban töltött. Amellett, hogy az FTC női rekordbajnokának mondhatja magát, a klubhűség mintaképének is tekinthetjük őt. Amióta élek, Fradi Drucker vagyok, és csak a Fradi tagja voltam. Meg hát élete gondolatban most is. Egervári Márta manapság is rendszeresen figyelemmel követi, hogyan teljesítenek klubunk sportolói. Hát minden eredményt tudok. Úszásból, atlétikából, tornából, vízilabda, kézilabda. Ezeket tudom, és gyakorlatilag, hát nem ismerem őket. Most itt ezen a helyen is először vagyok, mert amikor én még úsztam, nem is létezett ugye ez az úszoda. Az úszószakosztály tagjait a Népligetben edzés közben látogatta meg. Igyekezett tanácsokkal ellátni őket a közelgő nagy versenyek, elsősorban persze a párizsi olimpia apropóján. És hogy mit mondott nekik egészen pontosan? Nincs beszáren szokták mondani, ugye, de tehát gyakorlatilag, hogy vegyék olybá, hogy egy verseny. És ugyanúgy kell, ugye ez borzasztó nehéz aztán ezt kivitelezni. A mi időnkben még nehezebb volt egy döntőbe bekerülni, mert akkor még egy országból három versenyző indulhatott, nem kettő. Na most ez azt jelentett, hogy három amerikai és három NDK-s. Azt nem kell ecsetelnem, hogy milyenek voltak az NDK-s úszók, de hozzáteszem, nagyon büszke vagyok rá, hogy engem nem tudtak soha 400 vegyesen megverni. Úgyhogy erre büszke vagyok, és az olimpián ugye az első három az amerikai volt. Egervári Márta arról is mesélt, hogyan kerülhetett fiatalon a hazai úszómezőny legjobbjai közé. Nekünk szerencsénk volt olyan értelemben, hogy hát ezt most macska körömben mondom, mert ugye 56-ban nagyon sokan diszidáltak, és így kerültünk mi be, már 58-ban az állt a nagyválogatottba egy páran, gyakorlatilag 15 évesen. És hát volt konkurencia, de gondolom nem volt azért akkora, mint most, mert nem volt annyi igazolt sportoló. Az az igazság, hogy a mi időnkben még nem volt magántanuló senki, tehát a gimnáziumba is be kellett járni, mindenhova be kellett járni. Tehát nem voltak felmentések, mint az újabb években. Legendás úszónk a nőknél rekordnak számító 50 hazai bajnoki címe mellett EB bronzéremmel is büszkélkedhet, amelyet 1962-ben Lipcsében nyert meg. Ugyanebben az esztendőben az évnői sportolójának választották Magyarországon. Nem volt még olyan nagy gála, mint mostanában, hanem a régi sportcsarnokban fölálltunk egy dobogóra. A Koncsek Juli volt az atléta, a dobó atléta volt a második, és ugyanakkora volt a második szinten, mint én az elsőn. Egy diátadás volt, semmi egyéb. Egervári Márta nem csak úszóként, hanem orvosként is sikeres karriert épített. Miután általános orvosként diplomázott a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, patológusként helyezkedett el. Hát gyakorlatilag ugye az egyetem után, ugye én rögtön elmentem Mexikóba, én maradtam ugye a Fradiban, Bradiban kellett volna OSC-be átlépnem, de az edzőm vállalt két OSZ-s edzését, és így maradhattam a Fradiba. Ennek megfelelően, mire hazajöttünk, nem volt állásom, mert ugye a Fradi nem tudott segíteni. Egy pár hónap múlva kaptam egy állást az egyetemen, patológiai tanszéken, és ott voltam 12 évig, és onnan mentem fel a az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetbe, és onnan mentem nyugdíjba, mint osztályvezető. Akárcsak sportolóként, orvosként is mindig arra törekedett, hogy kiemelkedő legyen a szakmájában. Mindig azt mondják, hogy a patológus az nem lesz, hanem marad. Ha nekem az avatásom napján azt mondják, hogy patológus leszek, akkor elkezdek nevetni, de megszerettem a szövettani részét, ami nagyon, nagyon nehéz, de nagyon szép és érdekes. Úgyhogy így aztán maradtam. Végül is az én korosztályom még nem szállt ide-oda, úgy értem, az állások között, hanem mi kitartottunk általában majdnem, hogy életünk végéig.